Előbb Zoli. Köszönöm, ehhez kapcsolódva, egyébként már biztosan a fokosabbakat kellene foglalkozni, de egyetlen, hogy a bíróságok kötődjenek, mert az igazságszolgáltatások között egy baj van. Magyarországon a bíróság felülrögzősek, tehát akkor, amikor a bírák szolgálati jogviszonyban vannak, és vannak bűnökeik, és bírósági statisztikával kevesen tudják, a bírák a bírósági statisztikával terelik, annyit jelent, hogy hány ügyet fejezetben, hárman függőben is a szavonta meg kell adni, a csoportvezetők a veszélyt minősítik, és vagy kap jutalmat, vagy nem, vagy kap fegyelmet, vagy nem. Gyakorlatilag Magyarországon a bírákat sakban tartják, ezt tudni kell. A harmadik és ezt kell megváltoztatni. Ha engem kérdeznének meg, hogy a bírák függetlenségét hol kell kezdeni, az egyetlen 1952-es kormányrendelet, vagy az ilyen rendelet, a bírósági statisztikáról szóló ilyen rendeletet kellene hatályon kívül helyezni, onnantól a bírák teljesen függetlenül válnak, ebben sapkozzák be a bírákat. Én dolgoztam bíróságon, hármilyen tudom. Nem az a baj, az Orbán kormány teljesen elvette a bírák függetlenségét akkor, amikor a Handó Tünde nevezetű hölgyet nevezte ki az OBH elnökére, azt tudni kell, hogy a Handó Tünde a Fővárosi Munkügyi Bíróságon volt egy olyan bíró, akit a kollégai nem állhattak, mert a tárgyalás úgy vezette, hogy csapkodott a tárgyalás és hisztigyes önmagat rendezett, hogyha a kereset nem neki tetsző volt, és döntésképtelen volt. Ugye ezek az emberek többnyire kontraszelekcióban nem bíró lett, hanem azért ment fel oda, mert mindent végrehajt. Ezért a devizvételes ügyekben a bírák sajnos sakban vannak téve, de nekem van egy jó hírem, vagy én is egy jó tapasztalatom, én is végzett devizvételes ügyeket. Én azt látom meg, hogy a Pesti Központi Kereti Bíróságon, hogy egy bizonyos megfelelő keresetet ad be az ember, akkor a bírák korlát nélkül a devizvételesekkel vára döntenek, de attól még ez a probléma. Tehát ennyi, köszönöm. Laci, Claudia és akkor szerintem Ilda, tehát hívjon a felkészítőt. És akkor ezt a pontot lezártuk, és utána nem is így. Tehát ugye mi abból indulunk ki, hogy az embereket szándékosan átverték, szándékosan kifosztották, ez egy sötét nagy tervnek a része volt a devizahitel, és pont ezért van ez, amit te is mondasz, és a Zoli is, hogy a bíróságokon ezt nagyon nehéz megoldani, és ha egy-egy ügyet sikerül is megoldani, a nagy többséget úgysem lehet. Tehát ennyi ember nem tudja a bíróságon egyenként megvédeni, és nagyon nagy az ellenállásuk, tehát hatalmas erők vannak a másik oldalon. Lásd, akár egymásnak is ugrasztanak különböző szervezeteket, ezért én azt gondolom, hogy ebben egy népi hatalom tud dönteni. A népi hatalom, hogy most kimegy az utcára és úgy dönti el, vagy a parlamentben szerez többséget, vagy a mindenkori parlamenti többség hajlandó elfogadni a népnek a véleményét, ez még legyen a jövő zenéje, hogy hogyan tudjuk megcsinálni, de mindenképpen, mivel egy szándékos átverés volt, itt nem lehet arról már szó, hogy kinek mennyi jár vissza, a teljes eltörlésben gondolkodunk továbbra is. Nem lehet megoldani, nem lehet azt tenni, hogy valamennyi még visszajár, mert nem tudják kifizetni az emberek, és teljesen mindegy, hogy egy parlamenti döntés miatt vesszük el a házát, mert már még valamennyit vissza kell fizetnie, vagy azért, mert eredetileg a bank akarta elvenni az ő házát. Nem maradhat el a kártalanítás, ugyanis rengeteg ember a devizahitelezéssel úgy tettek tönkre, hogy nem volt devizahitele, hanem csak megszűnt a munkahelye, csak azért, mert a gyerekei nem tudták már támogatni, és közüzemi tartozása volt neki, betegsége lett, vagy bármi egyéb, tehát ezért nem maradhat el a kártalanítás, a közvetlen károk, tehát akinek okozták közvetlenül, és az egész gazdaságra gyakorolt károkat is meg kell térítetni, és kizárólag azokkal, akik ennek a haszonélvezői voltak. Kárt nem annak kell megtéríteni, mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy hát az állam is felelős volt, de az, aki el is itte a lóvét, tehát azt fizesse meg a károkat, az ő pénzéből legyen megfizetve, viszont minden felelős, akár állami, akár a bankok részéről van, felelősségre vonás kell kezdeményezni. Ez nem évülhet el, ez nem egy olyan történet, hogy valaki elment tyúkot lopni, és 5 év múlva jöttem rá, vagy 6 év múlva, és már elévült a dolog. Itt egy egész országot fosztottak ki, tehát hiába bújik most az ügyészség, és egyre inkább azért húzták eddig a feljelentéseket, hogy most már elévülésre tudjanak hivatkozni, ez nem évülhet el. Ez egy olyan súlyos bűncselekmény, ami ha esetleg elévült volna, akkor megint csak azt mondom, hogy erre törvényt kell hozni, hogy bizony ezt így nem fogadjuk el, és aki kárt okozott, és aki ebben részt vett, annak ezért felelni kell. Én akkor lennék a legboldogabb, és nagyon megkönnyíteném a pártok a dolgomat, hogyha
nem devizahitel címszó alatt dolgoznának ki dolgokat. Nagyon sokan az adósságban szenved egész Magyarország. Nagyon sokan nem a devizahitel miatt, vagy nem egy lakáshitel miatt, hanem az autóhitel miatt. Van, aki a villanyszámlája miatt szív, van, aki a fűtésszámlája miatt hajtják végre rajta is a kilapoltatást, ami egy nonsens dolog. Én annak örülnék tényleg, hogyha lenne egy ilyen, hogy adósságrendezői program vagy csomag, melyben ott lenne, hogy a devizahitel, ugye erről mi a véleményed az autóhiteleket, hogy rendezed le, mert ott is nagyon sok a visszásság. Mit intéznél a lakáshitel, autóhitel, ugye a közmű tartozásokkal kapcsolatban, 130 ezer forintos gázszámlára 460 ezeret fizetsz vissza, amennyiben nem bírod egy összegbe befizetni. Már ez is egy nonsens lehúzás. Ez egy komplexebb dolog, nem csak a devizahitel része. És ezen belül természetesen nagyon kíváncsi lennék a magyar államadósságra is, hiszen az is egy adósság. Ezt vegyük észre, hogy mindannyiunkat ugyanabba a csapdába húztak be. Volt, aki ugye egy közmű miatt bukik, volt, aki a hitel miatt. Én ezt megköszönném, hogyha ezt kicsit kiglobalizálnánk az egészre, az egész adósságunkra, amit minden magyar ember most már fizet ki egy telefon miatt, ki a fűtése miatt. Köszönöm szépen. Ez egyetlen. Nyilván a devizahitel az a problémának az egyik része. A devizahitel az azért került ilyen annyira előtérbe, hogy egyrészt nagyon sok embert érint, másrészt ez volt a legnagyobb átverés mindezek közül, amit felsoroltam. És ez tette azt a devizahitel problémával, hogy ennyire sikerült előtérbe helyezni, nem beszélve arról, hogy rengeteg mozgalom foglalkozott ezzel, és mentek, és védtek házakat, és publicitást adtak ennek, tehát azért ez is egy nagyon nagy eredmény, hogy egyáltalán erről most már az egész ország tud, azok is, akiknek ez nem problémája, tehát ez is hozzájárul természetesen ahhoz, hogy ez most napirenden van ez a kérdés. A hitelezés, az, hogy legyen a gazdaságban hitel, az nem probléma, az jó dolog. Pont ez önmagában ez nem lenne probléma. A probléma az, hogy tisztességtelen feltételekkel adták meg ezeket a hiteleket, és az állam az egyszerűen teljes mértékben a bankok oldalánál, a FEFAP, SZÁF, az összes felügyeleti rendszer, és megszüntetett teljesen mindegy, a bankok oldalánál, és a bankoknak, mivel nagyon nagy érdekérvényesítő képessége van, olyan szerződést adnak az orrod alá, amilyet csak akarnak, és neked egyetlen egy választásod van, hogy aláír. Ez fogyasztóvédelmi szempontból nem működik. Csokoládét, kávét nem lehetne így vásárolni. Nem lehetne úgy terméket vásárolni, nincsenek ráírva a kockázatai. Ezt a bankok el tudták érni, és meg tudták tenni. Ezért az egyetlen esély, hogy ezt végérvényesen biztosítsuk, az, hogy a népi kontroll az államatlan felett vissza kell szerezni, és vissza kell szorítani a bankokat. A bankok nem a valami összeesküvés elmélet miatt csinálták ezt, hanem meg kapcsik, mert kell nekik a pénz. Kell nekik azoknak a pénze, akiknek a legkönnyebb megszerezni a pénzét. A legkönnyebb azoknak megszerezni a pénzét, akiknek nincsenek érdekérvényesítőképességük, akiknek nincs érdekérvényesítőképességük, akik nem állnak össze, akik nincs lakásvédelmi mozgalma, akik nem képvisel a politikában senki, azokat tudják kifosztani. És ezt a helyzetet kell megakadályozni. A jelenlegi hiteleket meg felül kell vizsgálni, és meg kell állapítani, hogy kik azok, akik egyébként vannak rengetegen, akik visszaéltek a saját devizahitelükkel, és eltűntek utána a lóvikra, olyanok is vannak. És vannak, a többség pedig az, akiket a bankok fosztottak ki, felül kell vizsgálni ezeket a szerződéseket, és meg kell mondani azt, hogy melyik tisztességes szerződési feltétel, melyik tisztességtelen szerződési feltétel, és a tisztességtelen szerződési feltétele rendelkezőket semmisnek kell nyilvánítani. Ez ugyanígy van a mobiltelefon vonalvásárlás, az autóvásárlás és a kiló cukorvásárlás a boltban esetén is. Csak a cukorgyárnak kisebb az értékérvényesítő képessége, a banknak több pénzzel és nagyobb képességekkel rendelkezik, ezért kell megfelelően ellenállást kifejteni velük szemben. Én azonban a Misinek adjuk át a szót, még felvett egy-két